Sziasztok, itt vagyunk az idei V4 Future Esport Fesztiválon, és Okidóval, a cosplay versenygyőztesével fogunk beszélgetni. Sziasztok! Mesélj nekünk egy kicsit magadról, bár ugyan sokan ismernek már, de azért ezt a kört fussuk meg. 2010 óta említésre méltó a cosplayem szerintem. Azelőtt voltak ilyen nagyon ügyetlen szájpróbálgatásaim, és ugye azóta több mint 30 cosplayt készítettem el. Nagyon sok nemzetközi versenyen vettem részt, és a legnagyobb eredmény, amit elértem, hogy tavaly világbajnok lettem Chicagóban, úgyhogy azóta a tavaly csak ez az egy versenyem volt, és idén az a célkitűzés, hogy minél többen vegyek részt, úgyhogy így kerültem most is ide. Nagyon szép eredmény, gratulálunk is hozzá. A mai napon milyen jelmezzel nyerted meg ezt a versenyt? Egy újabb Sister of Battle cosplayt készítettem, ugye 2012-ben volt már egy hasonló cosplayem, és most, hogy fejlődtek a skilljeim, és egyre több anyagot tudok már használni, így még egyszer nekifutottam, úgyhogy ez egy ilyen reboot volt, és ugye én nagyon sokszor a Warhammer 40k-ből választok, úgyhogy ez is egy újabb a gyűjteményben. Méghozzá egy nagyon szép darab. Ekkora időt szokott általánosságban igénybe venni egy ilyen cosplay elkészítése? Nálam legalább egy fél év szokott lenni, ugye azt el kell mondom, hogy én nekem van egy teljes munkaidős állásom, és ugye minden szabad percemet, amit csak tudok, a cosplayre fordítok, és ez a legutóbbi például 344 munkaóra alatt készült el, ami 7,5 hónapot ölelt fel. Azért az szép idő. Melyik volt a kedvenc részed, és melyik volt az, amelyiket a legjobban utáltál ebben a jelmezben? Nagyon tetszett nekem a smink, mert ugye kellett kísérleteznem, hogy elég realisztikus hegeket tudjak elődízni az arcomon, és nagyon szerettem építeni az elektromos dolgokat, úgyhogy a kézi fegyvert nagyon szeretem. Ami problémásabb rész volt, azok mindig a páncélrészek felcsatolásai, hogy azok a helyükön maradjanak, kibírják egész nap, az egy nagyon nehéz dolog. Van valami trükköd esetleg erre? Most új módszereket próbáltam ki, és ilyen hurkos, patentos megoldások, amivel a valódi páncélokat is felteszik, csak hogy ott csatokkal oldják meg, és ez nagyon szépen bevált. Mennyire áll hozzád közel az ilyen e-sport témájú rendezvény? Én magam is elég lelkes gamer vagyok, úgyhogy én jobban szeretem az ilyen jellegű rendezvényeket, mint amik például japán vagy egyéb képregényes témákra koncentrálnak. Ugye őket is nagyon szerettem, én is ott kezdtem, ott ismertem meg a cosplayt, de én inkább egy ilyen elhivatott kockának tekintem magam, úgyhogy ilyenkor én jobban elevenben vagyok, ugye érdekelnek a játékpremierek, érdekelnek a régi retro játékok is, úgyhogy én azt hiszem, hogy már 8 éves korom óta folyamatosan játszom. Azért ez szép idő. Ugye említetted a Warhammer 40k-t, amellett mikkel szoktál játszani? A Warhammernek ugye én nem csak a számítógépes játék felületét ismerem, hanem én asztali játékkal kezdtem, és ugye vannak regények, vannak szerepjátékok, tehát én innen ismertem meg a Warhammert, és az már csak hab volt a tortán, hogy vannak számítógépes játék, ugye stratégiai, és most is készülnek szerepjátékok belőle, úgyhogy ez egy nagyon nagy univerzum, de én nagyon szeretem az ilyen stratégiai és a roleplaying játékokat. Szinte bármi jöhet, ugye mostanában Assassin's Creed ezek, de néha előveszek ugye régieket, mint például a Lollipop Chainsaw vagy ilyesmi, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek így visszatekintgetni, és persze a verekedős játékok. A 8 éves életkor, amit ugye említettem, az a Mortal Kombat 2 volt, amivel megfertőzött. Érzékenyebb témát boncolgatnék, ugye sokszor merül fel az, hogyha már sokan látják előre, hogy te indulsz egy versenyen, akkor ők visszamondják, hogy erre reagálj nekünk kicsit. Én nagyon sajnálom, hogy ők ezt így élik meg, mert amikor én kezdtem, akkor is voltak ugye olyan cosplayek, akik sorra zsebelték be a díjakat és aratták az egyre nagyobb dicsőségeket, és engem ez motivált, hogy akkor én is szeretnék jobb lenni és dolgozni rajta. Szerintem az egy buta lépés, hogy ők megutamodnak, mert én nem vagyok egy abszolút győztes, tehát én őszintén szóval álszerénységnek tűnhet, de én most is meglepődtem, tehát ne tegyék ezt. Ha valaki most akarna belevágni a cosplayzésbe, mit tanácsolnál neki? Én mindig azt szoktam mondani, hogy tartsák meg a fokozatosságot, hogy először válaszolnak egyszerűbbeket, ismerkedjenek a technikákkal, és ugye úgy lehet egyre nagyobb kihívásokat keresni, és úgy lehet egyre összetettebb, bonyolultabb cosplayeket is építeni. Nagyon jó hangzik.
Mikor te először bele csöppentél ebbe a világba, mi volt az, amivel legelőször így megismerkedtél, vagy meg akartál tanulni? Hát ugye a cosplay-el kapcsolatban nekem elég fura előítéleteim voltak, mert ugye a neten láttam nagyon fura cosplay-reket. Ugye nagyon sokan ezért is ítélik el a cosplay-reket, mert ugye van egy ilyen téves kép a netárulunk. És elmentem egy mangás rendezvényre, és ott megláttam a cosplay versenyt, és utána úgy beszippantott, mert nagyon-nagyon tetszett. És igaz, hogy akkoriban annyira gyermekcipőben járt Magyarországon az egész, hogy ma már röhelyesnek tűnne egy olyan színvonal, de a következő rendezvényén már akkor cosplayben mentem. Mi volt az a cosplayed? Mesélj erről kicsit. A Samurai Champloo-ból volt Jin, tehát ez egy crossplay volt, ugye ő egy férfi, és ugye ezt az animét én nagyon szeretem, mert egy anakronisztikus anime, ami keveri a feudális Japán és a hip-hop kultúra elemeit, és nagyon jó, tehát mindenkinek ajánlom. És ugye én nagyon sokáig kendóztam, és nagyon egyszerű volt a cosplay, mert Jinnek majdnem olyan az öltözete, a szamurái öltözete, mint egy kendo, gi és hakama. Úgyhogy én minimális visszafordítható módosításokat eszközöltem rajta, és felcoppoltam a hajam, és a testvéremtől kölcsön kértem a szemüvegét, amiben ugye én nem láttam teljesen jól, és ez volt az első cosplayem, úgyhogy ez nagyon amatőr volt, de onnantól kezdve nem volt megállás. Nagyon érdekesen hangzik, ugye említetted ezt a crossplay témát, hogy ez mint egy cosplayer szemében, ez milyen vagy hogyan nyilvánul meg? Ez ugye az ellenkező nemű karakterek cosplayelését jelenti, és igazából, ha én szeretek egy karaktert, akkor nekem az nem számít, hogy férfi vagy nő, mert volt már rajta kívül például Jared a labirintusból is, ugye a Goblin King, akit cosplayertem, meg még tervezek mást is, de őszintén bevallva én nem vagyok egy alkalmas alany erre. Mert alacsony is vagyok, és ugye inkább nőiesebb alakú, és nagyon sok testi modifikációt kell magamon végrehajtani, hogy hihető legyen. De én nem tudom, nekem nincsenek fenntartásaim a crossplay-e kapcsolatban. Na, ez nagyon érdekesen hangzik. Megköszönjük neked az interjút, és még egyszer gratulálunk a mai győzelmedhez. Sziasztok! Köszönöm, és sziasztok!